Mire ezt a tudósítást látják, a középiskolás végzős diákok túl vannak már a magyar, a matematika, sőt a történelem vizsgán is. Az idei esztendő kivételes sok szempontból, hiszen közismerten csak írásbeli vizsgát kell tenni a bizonyítványért. Most így utólag látva a feladatsorokat, a pedagógusok értékelése alapján bizony lesz olyan, különösen az emelt szintű magyar írók között, akik nagyon bánják majd a szóbeli vizsga elmaradását. Ha a középszintű magyar érettségiről beszélünk, akkor tényleg nem volt nehéz. Az emelt szintről ugyanezt nem mondhatom el. Itt hogyha azt nézem, hogy az én tanítványaim mire készültek, akkor mi nagyjából egy ilyesmire készültünk. Mind a szövegértés rész olyan volt, ami megoldható volt, mint pedig a többi. Egy olyan szöveg volt, amiről, mármint arról a témáról, amiről a szöveg beszél, tanulunk itt az iskolában. Szerintem történelemből és irodalomból is érintjük, mert a kódexekről volt szó a szövegértés részben, és a hozzá kapcsolódó kérdések is megoldhatóak voltak. Talán egy-kettő van, ahol picit félreérthető volt a feladat megadása, de nem hiszem, hogy ezzel nagy gond lenne. Aztán az első feladat résznek a végén van ugye az érvelés vagy a gyakorlati szövegműfaj közül választható téma. Ott az érvelés olyan volt, ami közel áll a gyerekekhez, mert csak sporttémát dolgozta föl. Itt nálunk az iskolában amúgy is sok sportoló van, úgyhogy azt gondolom, hogy erről tudnak beszélni, hogy a versenysport vagy a hobbi sport az a jobb, vagy hogy számukra melyik a fontosabb, vagy ők mit gondolnak róla. És a második választható téma az pedig egy hivatalos levél volt, amit szintén sokat gyakoroltunk. Hát most még így az online oktatás keretében is az utolsó úgymond dolgozat, online dolgozatnál is ezt a két témakört gyakoroltuk, szóval szerintem ebben biztosan nem tudnak hibázni nagyot. És hát a nagy része, ugye az utolsó feladat rész, az pedig a műelemzés, illetve az összehasonlító verselemzés, az is szerintem jó feladat volt. Fekete István volt az egy mű, egy novella, mindig novella elemzést várnak, mert ahhoz jobban szeretnek hozzányúlni. És ott is a téma olyan volt, ami szerintem hozzájuk közel áll, mert a gyerek és a felnőtt világ kapcsolódásáról szólt a szöveg. A feladat meghatározás az egészen egyértelmű volt, kicsit ilyen szájba rágós is talán, hogy vegyék észre a különbséget a között, hogy a gyerekek meg a felnőttek hogyan látják a világot. Hát amennyire én az én tanítványaimat ismerem, szerintem ők inkább ezt választották, bár az összehasonlító elemzés sem volt nehéz. Ehhez képest jött az emelt szint. Az emelt szint az embertelenül nehéz volt szerintem. Nehezen tudom elképzelni, hogy minimum 10 pont veszteséggel ne induljon bárki is. Tehát, hogy a szövegek... Szóval az első rész az egy nyelvirodalmi műveltségi feladatsor, amiben mindig van olyan, hogy ismerjék föl, hogy kinek milyen szöveg részletét olvasták, de ebben az idei évi feladatsorban nagyon sok ilyen volt. Nem érzem arányosnak, hogy azok a gyerekek, akik tőlünk oda mentek, azok szerintem tényleg az elmúlt években a szinte a legjobbaknak mondhatók voltak magyarból, és hát nagyon remélem, hogy azért nem kudarc élménnyel zárul ez, mert nagyon sokat gyakoroltunk, vagy nagyon sokat készültünk rá, és náluk különösen érzékeny pont lesz ez, hogy nincsen szóbeli. A matematikai feladatsorokon nem volt ekkora a különbség a közép és az emelt szint között. A feladatok aránylag könnyűnek voltak nevezhetőek. Nagyon régóta készítünk ugye szerint a rendszer szerint az érettségire. Mindig van kisebb változás, újszerű feladatok, újszerű megfogalmazás, de úgy gondolom, hogy az érettségiztető kollégák annyira felkészültek, hogy a gyerekeket is sikerült jó helyzetbe hozni, illetve jól felkészíteni erre. És ahogy a gyerekekkel beszélgettem, kijöttek, ahogy nyilatkoztak, ők is így érezték, hogy megfelelően felkészültek erre a megmérettetésre. Emelt szinten is azt mondták a gyerekek, hogy ennél nehezebb sorokat is oldottunk már meg. Volt, amelyik ennél könnyebb volt, olyan közép nehézségűnek értékelték. Miközben az elmúlt napok feladatairól beszélgettünk, a gyerekek a történelmi dolgozatokat írták. Első látásra meg kell majd küzdeniük a feladatokkal, ezt erősítette meg az intézmény igazgatója is.
a történelem feladatok szövege nem könnyű, tehát biztos, hogy a gyerekeknek többször át kell olvasni, megérteni a feladat szövegét, illetve a középkori, kora, újkori, újkori források szövegét. Önmagában a feladatsor valóban tényleg középszinten reális, megoldható, de dolgozni fognak vele elég sokat. Az esszé kérdések azt hiszem közel állhatnak, feltételezésem szerint a gyerekekhez, tehát olyan témákat választottak, amelyek talán könnyebben áttekinthetőek és érthetőek a gyerekek számára, és a forrásokkal is valószínűleg fognak tudni mit kezdeni. Akik gyakorolták, készültek erre, biztos, hogy nem okoz gondot. Van olyan az esszékérdések között, amit nem olyan régen tanultak, tehát ez viszonylag közel van még, illetve vannak olyanok is, amelyeket ugyan korábban, de hát mivel elvileg még a szóbeli érettségére is készültek a gyerekek, még egy hónapja szerepelt a tételsorunkban is, tehát valószínűleg azt is alaposan átismételték, úgyhogy én bízom benne, hogy azért jól fog sikerülni a történelmi érettség is. A kitöltött feladatlapok egyelőre elzárva pihennek a vírusveszély miatti védekezés részeként. Néhány nap múlva azonban kiderül, kin mennyire fogott ki az ezévi érettségi feladatsor.